Az Inkscape egy vektorgrafikus szoftver, amely a Windows, macOS és Linux operációs rendszerekre is elérhető ingyen. A rajzi objektumokat szöveges leíró nyelven tárolja, amelyek kiterjesztése SVG, méretezhető vektorgrafika. Az SVG állományok gyorsabban jelennek meg a weboldalakon, mint a JPEG vagy a PNG állományok, és sokkal kisebb méretűek és veszteség nélkül méretezhetőek. Telepítés és az első indítás után a gyors beállítás menüpont alatt érdemes megtenni egy-két beállítást. Háttérszint esetleg azt, hogy milyen billentyűzet kiosztást szeretnél használni. Támogathatod is a készítőket, de a legfontosabb menü a rajzolás. Gyerünk rajzolni! Az új dokumentum gombra kattintás helyett először nézd át a templéteket. Milyen előre beállított oldalakat, rajzlapokat kínál számodra az Inkscape? A létező fájlok menüpont alatt a már megrajzolt dokumentumaidat érheted el. Most válasszunk egyet a templétből, vagy egyszerűen csak kattintsunk az új dokumentumra. Ekkor is egy A4-es dokumentumot fogsz kapni a rajzoláshoz. Először akkor nézzük meg a dokumentum beállításait. Fájlmenü, dokumentum beállítások. Csak a legfontosabb dolgokat fogom megmutatni. Tehát például a mértékegység. Nem mindegy, miben dolgozol, pixelben vagy milliméterben. Az, hogy milyen a tájolása a lapnak, hiszen a kimenetnél ez esetleg számíthat, például a nyomtatásnál. A mértékegységet egyébként a vonalzóra jobb egérgomba a kattintás után is át tudod állítani. A szerkesztő területen kívül találod az eszköztárod bal oldalon, fent az eszköztár tulajdonságait, különleges ikonokat, illetve a szokott, a megszokott fájlmenü, szerkesztésmenü, stb. Stb. Ezekből néhányat ismertetni fogok. Ha a nézetmenüre kattintasz, akkor be tudod kattintani azt, hogy széles monitorod van, így az egyik eszköztár jobb oldalra kerül. Alatta pedig az objektumok színeinek beállításához tartozó színskálát találod. Az eszköztáron a baloldali első csoportból objektumokat tudsz rajzolni. Téglalapot, kört, poligont, sokszöget, spirált, esetleg térbeli alakzatot. A bal egérgomb nyomva tartása mellett vontatod az egeret, és amikor felengedted a bal egérgombot, akkor készen van az adott méretű objektumod. Poligon esetén még forgatni is tudod. A közepén megjelenő X mentén akár odébb is tudod helyezni. Erre majd van jobb módszer. Útvonal eszközzel és objektumokat tudunk rajzolni, csak egy kicsit másképp, ugyanis csomópontokat kell elhelyezni. Egy kattintás, még egy kattintás, még egy kattintás, közben mozgatom az egeret. Amikor visszaértem és zárom a körvonalat, akkor rajzoltam egy poligont egyenes oldalakkal. Ha a rajzolás közben a csomóponton nyomva tartod az egérgombot, akkor tulajdonképpen Bézier görbéket hozol létre. Minden egyes kattintás után nyomva tartott egérgomb után felengedve egy-egy fogantyút nyújtasz meg, ezáltal a két csomópont között görbék jönnek létre. Ha nem zárod, hanem dupla kattintással fejezed be a görbét, akkor egy nyitott görbét kapsz. A szabadkezi eszköz használatával szintén rajzolhatsz, bár elég nehéz egérrel. Itt bal egérgomb nyomva tartása mellett, amerre az egeret húzod, arra vonalat rajzol az Inkscape. A művészi eszköz segítségével pedig előre beállított ecsetforma, ceruzaforma mentén tudsz rajzolni. A szövegeszköz segítségével szöveget tudsz a papírra írni. Egy kattintás, és már írhatod is a mondani valódat. Arra azonban figyelj oda, hogy a szövegnek az elején ne legyen körvonala, addig, ameddig nem vagy biztos a dolgodban. A szövegobjektum valóban úgy viselkedik, mint egy szöveg. Kijelölheted, beállíthatod a betű típusát, betű méretét, betű stílusát. Alsó index, felső index, igazítás, ez mind működik. Sokszor van szükség a dokumentum mozgatására. Egérgörgő felle, felle mozgatod.
Shiftet nyomva tartod, egérgörgő felle, jobbra-balra mozgatod. És hogyha a Ctrl-t nyomva tartod, akkor pedig közelebb tudsz menni, nagyítod, illetve el tudsz távolodni az egérgörgő segítségével a papírlaptól. Mi meglepő, hogy az objektumkijelölő eszköz arra való, hogy kijelöljük az objektumainkat, valamint bal egérgomb nyomva tartása mellett mozgassuk őket, átrendezzük, áthelyezzük. A Delete gombot használva pedig letörölhetjük őket. A kijelölt objektum kitöltő színét és a körvonalának színét a színskálán a legegyszerűbb megváltoztatni. A színre kattintva a kitöltő szín változik meg, a Shift-et nyomva tartva pedig a színre kattintva a körvonal színét változtatod. Most megnyitom az objektumok menüből a kitöltés és körvonal panelt. Ekkor jobb oldalon hozzáférek az összes olyan beállításhoz, ami a kitöltőszín, körvonalszín, illetve a körvonal stílus beállításaihoz tartozik. Meg tudod változtatni például a színteret, precízebben tudod állítani a színeket, meg tudod változtatni a kitöltés módját, ne legyen, szolid legyen, színátmenetes legyen, mintázatos legyen, de ami a legfontosabb, hozzáférsz a körvonal tulajdonságaihoz, körvonal vastagság, körvonal stílus, körvonal vagy vonal végek beállításai, mind-mind itt van rá lehetőség. Az átlátszóságának, illetve az elmosás értékének beállításáról nem is beszélve. Amikor az objektumokat rajzolod, mozgatod, segítséget nyújthat a jobb felső sarokban található illesztés, igazítás, gomb bekapcsolása. Ekkor ugyanis precízebben tudod meghatározni az objektumok egymáshoz viszonyított helyzetét. Figyeld meg, rajzolás és az objektumok mozgatása közben milyen segédvonalak jelennek meg a képernyőn, és hogyan segíti ez a rajzolásodat és az objektumok mozgatását. Ha az illesztés gomb bekapcsolása után a fejlett mód linkre kattintasz, akkor egészen részletesen beállíthatod az illesztések módját, stílusát. Az objektumok méretezéséhez is nyújt segítséget az Inkscape. Határainál fogantyúkat látsz, amelyeknek a segítségével szabadon méretezheted az objektumodat. Természetesen lehetőséged van a pontos méret megadására is, ez a befoglaló téglalap méretére vonatkozik minden objektum esetében. Amikor megváltoztatod egyes objektumok tulajdonságait, akkor változhat a mérete is. Az általános objektív tulajdonság panelen nem csak külön-külön tudod beállítani a szélességét és a magasságát egy objektumnak, hanem méretarányosan is. Ehhez a lakateszközt kell használnod, amelyik a szélesség és magasság érték között található. Ha azt bepipálod, akkor méretarányosan tudod állítani az objektum oldalait. Méretezés közben figyeld meg, hogy a vonal szélessége is változik folyamatosan az objektum méretével együtt, arányosan. Ha ezt nem szeretnéd, akkor szüntesd meg a kijelölését ennek a gombnak, és elválik a vonal szélessége az objektum méretétől. Így szabadon méretezheted, anélkül, hogy a vonal vastagsága, a vonal szélessége megváltozna. Amikor geometriai alakzatot rajzolunk az alakzat eszközök valamelyikével, kör, téglalap, sokszög, spirál, akkor azoknak a tulajdonságait meg tudjuk változtatni. Méghozzá a tulajdonság eszköztár segítségével, akkor, hogyha maga az eszköz ikon van kijelölve. Körré tudjuk visszaalakítani, a téglalap eszköznek a sarkait le tudjuk kerekíteni, a poligon eszköz, a sokszög eszköznek, pedig akár a csúcsainak a számát is meg tudjuk változtatni. Amennyiben egy objektumot az útvonal eszköz segítségével rajzoltunk meg, vagy útvonal lealakítottuk, akkor a minden objektum számára rendelkezésre álló objektum kijelölő után megjelenő eszköztár áll rendelkezésünkre. Bármelyik objektumot tudjuk tükrözni, méretezni, ha még egyszer rákattintunk a kijelölés után, akkor megjelenik a forgatás eszköztár. Bármelyik rajzi objektumra alkalmazható méretezés, forgatás, tükrözés, és bármelyik objektumból tudunk kettőt csinálni. Ctrl-D billentyű parancsal duplikáltuk az objektumot. Egyébként ez az ikonja, tehát megint kattintottam, megint duplikáltam, így már három nyílszerű alakzatom van, poligonom van. Természetesen a Ctrl-C, Ctrl-V billentyű parancs is működik, vagyis a másolás, beillesztés is.
Amivel azonban eddig nem biztos, hogy találkoztál, az a klónozás. Ha duplikálsz egy alakzatot, tehát fogod és azt mondod, hogy Ctrl-D lemásolod, vagy Ctrl-C, Ctrl-V-vel lemásolod, akkor a két alakzat független egymástól. Tehát az egyiket méretezed, odébb teszed, stb. Forgatod, nem történik a másikkal, a másolattal semmi. Azonban, hogyha az alakzatról, az objektumról nem másolatot, hanem klónt készítesz ezzel a gombbal, akkor a klónja az kapcsolatban marad az eredetivel. Tehát, hogyha az eredetinek a méretét megváltoztatod, a szülő objektumét, akkor a klón is vele együtt fog méreteződni. Az összes klónja. Tehát a klón klónja is. Természetesen le tudod választani a klónt a szülőről, méghozzá ennek a ikonnak a segítségével. Egy rövid időre visszatérnék a alakzatoknál a geometria alakzat és az útvonal alakzat közötti különbségre. A körünk az egy köreszköz segítségével megrajzolt objektum, amelyiknek a tulajdonságait, a körre jellemző tulajdonságait meg tudjuk változtatni. Tudunk belőle például körcikket csinálni. Az általános tulajdonságait az objektumválasztó segítségével látjuk. Ugyanez jellemző egy útvonal eszköz segítségével megrajzolt objektumra is, hogy az általános tulajdonságait meg tudjuk változtatni. Ezt az útvonal eszköz segítségével rajzoltuk. Az útvonal eszközök, illetve az útvonal eszközzel rajzolt objektumainknak azonban nincs speciális tulajdonsága. Vannak azonban csomópontjai. A csomópont szerkesztővel a csomópontokat odébb tudjuk tenni, ezáltal meg tudjuk változtatni az alakját. Egy körobjektumnak ilyen tulajdonsága nincs, hiába kattintunk a csomópont szerkesztőre. Azzal a körre jellemző tulajdonságokat tudjuk csak továbbra is megváltoztatni. Az útvonal menü, objektum átalakítása útvonallá menüpont használata után azonban megszűnik a kör tulajdonsága. Helyette útvonallá változik. Ha fogom a csomópont szerkesztőt, és rákattintok, csomópontokat fogok látni a körobjektumom határán, ami innentől fogva igazából útvonal, és a csomópontjait tudom szerkeszteni. Innentől a csomópontok tulajdonságai fogják meghatározni az alakzat tulajdonságát. Tehát, ha egy csomópont hegyes, akkor a belőle kiinduló vonalak egyenesek. Hogyha egy csomópont görbe, Bézier görbe, akkor fogantyúi vannak, és íveket tudok rajta megváltoztatni, ezáltal le tudok kerekíteni dolgokat. Nagyon érdekes és nagyon változatos rajzokat lehet így a segítségével készíteni. Ugye emlékszel, hogy azt mondtam, hogy minden alakzatra, minden objektumra. Igaz ez a szövegre is. Amíg a szöveg szövegtulajdonságú, addig szerkeszteni tudom, karaktereket tudok hozzáírni, betűméretet tudok állítani, betűk közötti távolságot, sorok közötti távolságot, alsó index félkövér, bármit. Azonban át tudom alakítani őt is. Egy szöveget is át tudok alakítani gond nélkül görbévé. És ha átalakítottam, onnantól fogva csomópontjai lesznek, és a csomópontokat pedig úgy alakítom, ahogy nekem tetszik. Amennyiben túl sok az alakzatom, összetettek az alakzataim, több elemből állnak, akkor jól jöhet a csoportosítás. A Shift gombbal kattintva az objektumra össze tudom jelölni az objektumokat, ezáltal együtt tudom mozgatni. Azonban ezekből az objektumokból még külön csoportot is tudok létrehozni, ezáltal akármelyikre kattintok közülük, mindig az egész csoportot jelölöm ki, és együtt tudom őket méretezni, mozgatni. Természetesen a csoport bontására is lehetőségem van, és ezek után újra külön tudom őket kezelni. Minden objektumnak saját tulajdonsága van a csoporton belül. Az objektumok sorrendje, vagyis az, hogy melyik van fölül alul, ez a rajzoláskor dől el először. Természetesen lehetőségünk van ennek a réteg sorrendnek a megváltoztatására. Az objektum menüpont rétegek menüpontjával vagy ablakának kinyitásával láthatod a rétegek egymás utánját, a rétegek sorrendjét. Amelyik alul van, alul, amelyik fölül van, az van fölül. Logikus. A csoportokat, mint egy könyvtár szerkezetet egymás alatt látod, például ez a térbeli alakzat tulajdonképpen nem más, mint egy objektum csoport. Ha kijelölsz egy objektumot, akkor látod, hogy melyik az az objektum, melyik tartozik hozzá, balegérgomb nyomva tartása mellett
a sorrendjét meg tudod változtatni feljebb, illetve lejjebb helyezéssel. Továbbá lehetőséged van az objektumok tulajdonságainak, láthatóságának beállítására vagy fixálására. Ha azt mondod, hogy rögzítesz egy objektumot, nem tudod megfogni onnantól fogva, illetve hogyha pedig a láthatóságát állítod át láthatatlanra, akkor nem látszik, hogy ott van az az objektum. És természetesen itt is törölni is tudod ezt az objektumot. Az Inkscape bizonyos mértékig tudja kezelni a bitképeket is. Az importálás, file menü importálás menüpontból be tudod tallózni a bitképet, amit beszeretnél szúrni a vektorgrafikus képbe. Ettől még ő nem lesz vektorgrafikus, hanem ugyanazokkal a bitképes tulajdonságokkal rendelkezik, amivel általában a bitkép. Legfelülre szúródott be, az alapvető tulajdonságai ugyanazok. Mivel fix mennyiségű információt tartalmaz, ezért láthatod, hogy hiába nagyítok rá, a képpontokat fogom látni, nem úgy, mint egy vektorgrafikánál, ahol akármennyire ránagyíthatok, nagyon szép ívű vonalat fogok látni. Természetesen méretezni, forgatni ugyanúgy tudod a bittérképet, mint ahogy bármilyen más objektumot. Ha nagyon muszáj, a bitkép vektorizálásával tudsz bizonyos mértékig vektorképet csinálni, görbét rajzoltatni az Inkscape segítségével az adott bitképből. Így néz ki bizonyos beállítások mellett az Alma bitképből készített vektorgrafikus kép. Nézd meg, közelebb megyünk, ott vannak a nódok, ott van egy szép vonala ennek a rajzolatnak. Persze, természetesen ez csak bizonyos határokon belül működik. Ha pedig megmutattam, hogy lesz a bitképből vektor, bizonyos határokon belül, akkor most nézzük meg, hogy lesz. Bezárom az összes panelt, hogy ne zavarjon, a bitképet is eltüntetem, és a file menü exportálás parancsával megnyitok egy exportálás panelt. Az exportálás panelen négy fül található. A dokumentum fül esetén az összes rajzolt objektum kikerül a bitképre. Természetesen meghatározhatod, hogy mivel hová exportáljon, SVG, JPEG, PNG formátumokat biztosan tudja, és be kell tallóznod, illetve meg kell adnod az állomány nevét, ahova szeretnéd, hogy az exportálás megtörténjen. Itt, ha a mentésre kattintasz, akkor rögtön megtörténik az exportálás. Itt is kiválaszthatod a fájl típusát. Mentés. Ha ezek után ilyen buta módon még egyszer az exportálás gombra kattintasz, akkor megkérdezi, hogy lecserélje azt az állományt, amit már eredetileg exportáltál. Adjunk neki egy másik nevet, és az oldalt, fület válaszunk. Ekkor a papír lapon lévő dolgokat exportálja, tehát ami mellette van, az nem kerül bele a PNG képbe. Hogyha a kijelölés, akkor az egy kijelölt objektum, vagy több kijelölt objektum kerül abba az exportált állományba, például PNG-be, JPEG-be, vagy akár egyetlen kicsi SVG állományba. Hogyha tetszett a videó, nyomd csengőt, lájkot, és várlak a következő videó megtekintésénél. Viszlát!